Mária Rádió stúdiójában Széles Tamás színművészt és papot. Rögtön kézenfekvő a kérdés, szerintem már jó párszor megkaphatta ezt a kérdést, hogyan fér össze ez a két hivatás. Sok embernek egy hivatása sincs, illetve nehezen talál a saját hivatására, de önnek rögtön kettő is van. Számomra ez teljesen természetes, semmiféle összeférhetetlenség nincs benne. Az Isten teljes életre teremti az embert, amiben nem csak a lelki dolgok tartoznak bele, hanem hogy magát az emberségét kibontakoztassa, és azokat a kegyelmi adományokat, amilyen például a tehetség, de amilyen ajándék a hit, és sorolhatnánk tovább. Tehát számomra ez egyáltalán nem ellentmondás, hanem sokkal inkább a lehetőségeimnek a kitágítása és a teljes élet lehetősége. Teljes evilági életet élni, és teljes lelki, spirituális életet élni. Azért az hozzátartozik, hogy én ókatolikus pap vagyok, ez egy picit más irányzat, mint a római, noha katolikusnak vallja magát. Mennyiben más? Az ókatolikusok az első egységes 1000 év kereszténységének a lelkiségét követik. Tehát még a nagy kelet-nyugati egyház szakadás előtti lelkiséget számunkra nem adatott olyan sok dogma, mint a római katolikus egyháznak. Mi az első 7 zsinat egyetemes dogmáit fogadjuk el, és e szerint éljük az életünket. Hogyan talált erre a felekezetre? 2004-ben volt egy nagy lelki élményem, ami rendkívül meghatározó volt számomra, és utána kezdtem el morfondírozni, hogy mit kezdjek vele. És kérdeztem Istent, hogy na, hát mit szeretne tőlem? Vagy mire volt jó ez az élmény? Mit akar vele? Mit akar tőlem? Én előtte nem éltem különösebben hívő életet. És hát természetesen nem kaptam választ, vagy legalábbis egyértelmű választ nem, úgyhogy elkezdtem teológiát tanulni, és közben tanultam a különböző felekezetekről, így az ókatolikus vallásról is, vagy hitről, és annyira megfogott, olyan mélyen ragadott meg, hogy rögtön éreztem, hogy nekem ebbe az irányba kell mennem. Az irányzat egyébként az első vatikáni zsinat után megjelent Magyarországon is nagyon-nagyon szerény létszámmal, tehát csak néhány száz ókatolikus hívő volt, és aztán az utolsó pap a 20. században, a 70-es években halt meg, egy Ambrus Ferenc nevű atya volt Szegeden, ott élt és ott misézett, és aztán 2010 óta próbálkozunk azzal, hogy újjáélesszük ezt az irányzatot. Miért érezte úgy, hogy ebben mindenképpen bele kell folynia? Mi az, ami a leginkább megragadta ebben az irányzatban? Mi volt pontosan az a lelki élmény, ami önt megragadta és a hit útjára terelte? Természetesen mi is lehetne más, én úgy gondolom, hogy nem is nagyon lehet más, az azt hiszem, hogy Krisztus békéje volt, ami megragadott. Valami olyan fajta boldogság, valami olyan fajta teljességérzés, az Isten kegyelmének, jelenlétének a megélése és megérzése, ami mindenfajta földi örömöt és boldogságot túlszárnyaló érzés volt. És hát ilyenkor az ember nyilván, ahogy az apostolok a színeváltozás hegyén szeretnének berendezkedni ebben az élményben, csak hát én nem sátort akartam építeni, hanem a nyomába eredni a dolognak. Nagyon fontos nekem az, hogy szabadság is van benne. Nálunk nincs központi tanítóhivatal, hanem picit evangelikálabb az irányzat, a szentírást veszük mindenben alapul, illetve nagyon nagy figyelmet szentelünk az egyházatyáknak, a korai írásoknak, és ez alapján éljük az életünket, de olyan fajta szigorúsággal nincs minden terület leszabályozva, ahogy teszem azt mondjuk a római egyházban. A mi teológiánkban az ortodoxia is dominál, jó pár helyen megjelenik. Például a házasság szentségével kapcsolatban, zárójelben jegyzem meg, hogy nálunk is ugyanúgy 7 szentség van, és őrizzük az apostoli jogfolytonosságot. Tehát a házasság szentségével kapcsolatban a házasság célja nálunk a házas felek boldogsága, és egymás segítése. Ami nyilván, hogyha ez teológus hallja, akkor rögtön érti, hogy sokkal nagyobb szabadságot ad. Előtérben van az ember öröme és boldogsága, de ez nem evilági boldogságot jelent kizárólag, hiszen az örök élet sem oda átkezdődik, hanem már ebben az életben. Ugye jó esetben az ember spiritualitása, lelkisége belenő az Isten országába, és amikor a por hüvelyt levetjük, akkor csak folytatjuk majd ezt a megtért életet. Ön abban az időszakban egy aktív boldogságkeresési fázisban volt? Nem. Bármilyen meglepő, de nem. Éltem a családos emberek hétköznapjait, hozzátartozik megint csak, én adagolom az információkat szép lassan, hogy nálunk nincsen kötelező cölibátus, csak önkéntes alapú cölibátus van. Tehát én házas voltam, megszületett a fiam, és pont a születése utáni hónapokban történt ez az élmény. Mondhatni, egy nagyon kiegyensúlyozott és boldog időszakban talált rám ez a plusz.
mi volt konkrétan ez az élmény? Hol érte az a benyomás, amiből kifejlődött ez a dolog? Szentmisére mentem el, de nem mint gyakorló hívő, ez inkább egy ilyen kényszer jelenlét volt egy szentmisén, és ott a szentmise végén, amikor a pap azt mondta, hogy az Úr békéje legyen veletek, akkor velem lett az Úr békéje. Mit érzett ekkor? Valami olyan boldogságot, valami olyan benső, megmagyarázhatatlan örömöt, és bármire, amire néztem, az minthogyha Istennek egy lábjegyzete lett volna, vagy egy hivatkozása, vagy rajta lett volna az Úr lenyomata, vagy az új lenyomata. Nem szeretnék panteizmusba fordulni, de minthogyha az ő jelenlétét, vagy az ő kegyelmét, áldását éreztem volna mindenben, élőben, élettelemben, amire csak néztem. És másfél hétig tartott ez az élmény, és úgy szépen lassan csengett le. Amikor hazamentem, akkor a feleségem rám nézett, és azt mondta, hogy te mi van veled? Hát azt mondja, te lebegsz, sugárzik az arcod. Körülbelül ugyanazokat a szavakat mondta el, teljesen öntudatlanul, mint amikor Mózes lejött a hegyről, és a nép megijedt tőle, mert sugárzott az arc, és aztán le kellett takarni az arcát egy lepellel. No, nem hasonlítom magam Mózeshez, tehát nem ezért mondtam, de tény, hogy valami olyan gyökeres, egy pillanat alatt bekövetkező változás volt ez, ami aztán meghatározta az egész későbbi életemet. Hogyan folytatódott ezután az élete? Részt vett ezen a bizonyos szentmisén, majd másnap bement a színházba vagy a szinkron stúdióba. A munkáját ugyanúgy ebben az állapotban tudta folytatni, vagy a munkájára is más szemmel tekintett ezután, kicsit másképp végzi a munkáját, mióta megtért? Őszinte leszek, éveken át hosszú vekengés volt bennem, és sok konfliktus, hogy mi az, amit elvállalhatok, milyen munkákkal kapcsolatban van bűntudatom, vagy rossz érzésem, hogy nekem ezt már nem kéne megcsinálni, hiszen én egy megtért ember vagyok, hát miért kell nekem egy ilyen szerepet eljátszanom, vagy miért kell egy olyan szinkront megcsinálnom. Tehát voltak ezzel küzdelmeim, és aztán szépen lassan az évek alatt ezek lecsitultak, és úgy beállt a dolog, hogy mi az, amit én megcsinálok, mi az, amit nem, mi az, amit elvállalok, mi az, amiben jól érzem magam, mi az, amit kötelességszerűen le kell tudni, esetleg bocsánatot kérek utána az Úrtól, hogy elnézést, Uram, kényszerűségből meg kellett csinálnom ezt is. Tehát, hogy szép lassan lecsitultak a dolgok. Tehát többször előfordult az életében, hogy visszautasított konkrétan egy szerep ajánlatot, akár vagy egy szinkron szerepet, mert összeférhetetlen volt az ön hitével. Így van. Például a Tatabányai Jászai Mari Színházban játsszák nagyon nagy sikerrel a Mi Osztályunk című előadást. Egy, azt hiszem, fesztiválon is nyertek vele díjat, amiben a katolikus papot játszhattam volna én, vagy engem kértek fel, és nem vállaltam el a szerepet. Az összes szereplőnek megvan az oka és miértje, hogy miért lett olyan, amilyen, hogy ennél a katolikus papnál pedig azt lehet látni, hogy egyszerűen gonosz. Így írta meg a szerző, és én úgy éreztem, hogy ezt nekem nem kell eljátszanom. Tehát ha már papot játszom, akkor azt szeretnék úgy játszani, hogy inkább pozitívat tudjak adni, mint sem, hogy ilyen negatív karaktert jelenítsek meg szentségi köntösben. Gonosz figurát élvezetesebb vagy nagyobb kihívás játszani, mert akkor teljesen úgymond kifordulhat az ember önmagából, vagy éppen megmutathatja a sötétebbik oldalát. Ez ijesztő egy színész számára? Nem. Valóban nagyon érdekes, de a drámairodalom úgy van összerakva, meg a filmek is olyanok, amiket szinkronizálunk, vagy éppen játszunk benne, hogy a gonosz karakterek azok sokkal árnyaltabbak, mint a jók. Tehát a jók azok általában sematikusak, egyszerűek, mondhatni unalmasak, tehát van egy hős karakter, annak meg van egy egyszerű íve, van egy naivitása, egy lelki tisztasága, nem el lehet játszani, de nem akkora feladat, mint egy gonosz karaktert eljátszani. Azok általában sokkal bonyolultabb, mindenféle lelki problémákkal küszködő személyiségek sokkal árnyaltabb színészi munkára ad lehetőséget. Én is szeretek gonoszt játszani, tehát ez persze, természetesen, az nagyon-nagyon izgalmas. Most már árulj el, hogy melyik negatív karaktert volt igazán élvezetes játszani, akár színpadon, akár szinkron szerepként? Hát szinkronban sokkal-sokkal többel találkoztam, mint a való életben. Például a Villangók című rajzfilm, abban a Maltazar, aki egy ilyen nagy gonosz szörnyeteg volt. Volt a Zöld Lámpás című buta szuperhős film, amiben hát a karakter nevére már nem emlékszem, de rettenetesen gonosz volt a fiatalember, akit szinkronizálni kellett. Harold Pinter Születésnap című drámájában játszottam a Goldberg szerepét, ami egy nagyon nagy szerep, nagyon nehéz szerep, és rettenetesen gonosz szerep. Most eszembe jutott a Júdás című monodrámája. Nyilván ő a Bibliának az egyik legnegatívabb figurája, de minden gonosz embernek meg lehet érteni a motivációját, vagy legalábbis próbálkozhatunk megérteni, hogy mit miért tett
úgy, illetve ő azt úgy jogosnak gondolta abban a helyzetben. Júdást izgalmas volt megformálni? Miért pont őre esett a választása, hiszen a darabnak ön a szerzője is, és a főszereplője is? A dolog úgy kezdődött, hogy nem nagyon láttam 2 évvel ezelőtt, hogy a következő évadban mit fogok csinálni, és lesz-e színházi szerepem, és külső biztatásra elkezdtem írogatni, hogy majd valamit én csinálok. És aztán hallottam az egyik rádióműsorban egy kollégámmal egy interjút, aki a Szokrátész védőbeszédét csinálta meg, és hát az engem nem érdekelt, meg azt mi a színművészetén megkaptuk vizsgafeladatnak, úgyhogy foglalkoztunk vele, de eszembe jutott, hogy hoppá, hát milyen jó ötlet lenne fölhasználni ezt a védőbeszéd struktúrát, meg elgondolást valaki mással kapcsolatban. És aztán beugrott Júdás. De nem vallási okok miatt ugrott be, egész egyszerűen azért, mert már a színművészetére is felvételi Sőtér István Júdás című darabjának az egyik monológiával, és valószínűleg ez köszönhetett vissza, hogy vajon, ha Júdás elmondhatná az ő védőbeszédét, akkor mit mondana? Mivel indokolná meg, hogyan magyarázná meg a saját döntését? Mi vezethette előtt arra, hogy elárulja Jézust? Mi, hogy érezhette magát a 12 között? Milyen lehetett csalódni esetleg Jézusban? Vagy milyen okok vezethettek az ő csalódásához? És akkor ebből szépen összerakódott a szövegtörzs, és aztán az előadás. Ez egy nagyon pimasz, nagyon pikírt, nagyon beszólogatós, nagyon mai zenés monodráma. A zenéjét is én írtam, tehát dubstep van benne, smooth jazz, szaxofonozok is benne. Tehát ez egy nagyon-nagyon kortárs előadás lett. A következő monodrámámat azt jövőre mutatjuk be. 2020. március 20-án lesz a bemutatója a Szolnoki Szigligeti Színház stúdiószínházában, ami szintén egy nagyon érdekes dolog, és talán kapcsolódik ide a műsorhoz is. Mindszenty Bíborosról írtam egy monodrámát. De hogy megint csak ne legyen egyszerű a dolog, egy monoeposzt írtam végig hexameterben, 17 oldal hexameter, kínlódom is a tanulással rettenetesen, és ezt fogjuk megcsinálni egy picit mozgásszínházi elemekkel fűszerezve, tehát szintén egy nagyon kortárs előadást szeretnénk létrehozni. Ugye a tervek szerint jövőre fogják boldoggá avatni a Bíborost, reméljük így lesz, és azt gondolom, hogy ezzel méltón meg lehet emlékezni az ő hitért való kiállásáról, mindarról, ahogy a kereszténységet megélte, és fel tudta mutatni a hit szilárd erejét. Úgy érzem, hogy szereti feszegetni a saját határait, a színészi határait. Jól érzem? Nagyon jól érzi, igen, így van. Hát komfortzónában nem lehet fejlődni, de ez az élet minden területén így van, nem csak a színházban. Jézus is ezt mondta, szeresd az ellenségedet, vagy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez maximális státuszfeladást kíván az embertől. Kíváncsi vagyok, hogy melyik bibliai idézetet választotta erre az alkalomra. De engem erőssé teszel, mint a bivajt, s gazdagon elárasztasz olajjal. A 92. Zsoltár 11-es verse. Ez a bizonyos idézet, ami nekem meghatározó. Nyilván a papi fölszentelés miatt is, hiszen ott ugye legalábbis a mi szentelési szertartásunk szerint megkenik a felszentelendő pap kezét olajjal, és úgy adják a kezébe a paténát és a kelyhet, ami által ugye a mise celebrálás jogát megkapja meg a felszentelést. És valóban úgy érzem, hogy az Isten kenete nélkül, az ő áldása nélkül az életünk nem sokat ér, tehát csak emberi erőlködés. Hogyha végtelenül le akarom egyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen az áldás vagy a kegyelem az úgy fogható meg, hogy életerő. Egész egyszerűen erőt kapunk Istentől az élet feladataihoz, dolgaihoz, a terhek elviseléséhez. Tudna nekem mondani egy konkrét élethelyzetet, amikor nyilvánvalóan megnyilvánult ez az erő, amit Istentől kapott? Minden. Minden élethelyzetben. Nekem minden vasárnap az oltárhoz járulni, az olyan, mintha a mobiltelefonomat rádugnám a 220-as töltőre. Tehát egész egyszerűen feltölt életerővel a szentmise, liturgia, az oltári szentség. Voltak az én életemben is komoly nehézségek és olyan időszakok, amikor a csüggedés vett erőt rajtam, vagy úgy éreztem, hogy talán föl is adnám az egészet, és olyankor voltam mindig legközelebb Istenhez. Vagy ő volt hozzám legközelebb, pontosabban. Tehát ott van jelenvalóan élő, ható erővel az ő kegyelmi jelenléte az életünkben. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az ön életében is elérkezett egy olyan pont, a csüggedésnek egy olyan foka, amely után az ember csak annyit tud tenni, hogy felteszi két kezét, és teljes mértékben átadja magát az Úrnak, mert nem lát más kiutat és segítséget.
Az életem eddigi legnagyobb tragédiája az volt, hogy elváltunk a feleségemmel. És ez pláne egy hívő embernél. Hát azt hiszem, ez egy olyan mély trauma, ami egyébként a statisztikák szerint vezető halálok is egyben. Tehát a szívérrendszer és a rákbetegségek után, mint pszichés hátterű halálok, ott van a válás is. Hát rengetegen lesznek hajléktalanok, veszítik el a teljes egzisztenciájukat. És valami ilyesmit éltem át én is. Tehát én tényleg egy életre szerettem volna férj lenni, és nekünk ez nem sikerült. Hozzáteszem, hogy nem volt semmilyen drámai vétség közöttünk, egész egyszerűen ez a két ember nem volt összevaló, és nem tudott együtt élni. Ennyi történt. Mindent megpróbáltunk. Pszichológushoz mentünk, párterapeutákhoz, lelkészhez, paphoz, szerzeteshez. Mindent megpróbáltunk. Nagyon-nagyon hosszú időn át húztuk. 7 évig húztuk a válást, de mégis megtörtént. És elveszítettem a családomat, elveszítettem az egzisztenciámat, elveszítettem a reménységemet, hogy még hívő emberként én Isten elé állhatok, mert hiszen szentségtörés következett be, mert hiszen szétment a család, elveszítettem a bizalmat, hogy egészséges gyerekeket tudok nevelni majd, hiszen egy csonka családban kell felnőniük, és mindezek közepette ott volt Isten, és ő segített talpra állni. Ez a segítség hogyan érkezett az ön életébe a válást követően? Ugye egy ilyen trauma után az ember, ahogy ön is fogalmazott, minden megkérdőjeleződik, az eddigi élete, munkája, családja széthullni látszik. Mi segít ilyenkor? Ugye az emberek általában, legalábbis az én tapasztalatom szerint a csodákat várják, hogy majd valami nagy dolog történik. És általában nem szoktak nagy dolgok történni. Én azt gondolom, hogy az Isten gondviselő kegyelme, szeretete, beavatkozása az élet egészen apró dolgaiban van jelen. Egy másik ember mosolyában, ahogy Jézus mondja, hogy egy pohár vizet adni, a legegyszerűbb hétköznapi dolgokban. Amikor az ember indítatást érez bizonyos dolgokra meg nem érez indítatást. Ugye úgy szoktuk ezt mondani, hogy nem visz rá a lélek, vagy rávisz a lélek. Hát azt gondolom, hogy ilyen egyszerű dolgokból rakódik ez össze. Nem tudok nagy eseményeket megfogalmazni, vagy ilyeneket felmutatni. Inkább ezek az apróságok. A szentség, az oltári szentség nagyon-nagyon sokat segített nekem, hogy minden vasárnap magamhoz vehettem az oltári szentséget. Rendkívüli erőt adott. Az imádság, az intenzív, hát akkor aztán különösen intenzív ima életet éltem ezekben az időszakokban. Az, hogy vezekeltem, az, hogy próbáltam megtisztulni mindattól, ami velem történt, vagy velünk történt. Egyébként a szakmai életére azt mondja, hogy rendben van, tehát jól érzi magát a szerepeiben, annyi szerepet játszik, amennyit szeretne, se túl keveset, se túl sokat, szinkronizálni is rengeteget szinkronizál, tehát mondhatjuk azt, hogy a helyén van szakmailag? Most már igen. Nagyon érdekes, hogy amikor családot alapítottunk a volt feleségemmel, akkor én azt mondtam, hogy én nem leszek olyan, mint a többi kollégám. Még a Vígszínházban játszottam, amikor az egyik kollégámnak a kislánya már nem tudom én 10-szerre nézte meg a padlás előadást, és akkor megkérdeztük, hát miért nézed már meg? Ennyire szereted? Azt mondja, nem, csak hogy lássam az apukámat. Mert hogy apuka, ugye a színészek este színházban, délelőtt próbálnak, délután forgatnak, rádiójátékot csinálnak, szinkronizálnak, este meg előadás van. Tehát nem normális az időbeosztásunk. És akkor én azt mondtam, hogy én rendes apuka leszek. Én otthon leszek a gyerekekkel, és úgy döntöttem, hogy nem vállalok színházi szerepeket. És tulajdonképpen az én életemből kiesett egy olyan 8-10 év, amíg nagyon-nagyon keveset voltam színpadon, minimálisan, tényleg 1-2 darabban csak. És aztán borzasztóan elkezdett hiányozni, és rettenetesen próbáltam visszakapaszkodni a színpadra, ami mindig nagyon nehéz. És most úgy érzem, hogy most jól vagyok színészileg. Tehát megvannak azok a feladatok, van kisebb is, van nagyobb is, van nagyon nagy. Jó munkáim vannak, jó felkéréseim vannak. Nyilván még mondhatnék olyat, amire vágyom, de nem adatik meg, de elégedett vagyok, és jól érzem magam a bőrömben szakmailag. Jó, hogy szabadúszó vagy, vágyik egy társulati tagságra? 2002 óta vagyok szabadúszó, most már unom egy kicsit. Ennyi most már úgy elég volt, szívesen mennék valamilyen társulatba tagnak, de egyelőre ilyen felkérés nem érkezett, én meg nem fogok loholni utána. Milyen hiszek a gondviselésben is? Hiszem azt, hogy az Úr elén fogja adni azt, amire nekem szükségem van. És úgy alakítja az életemet, ahogy az valamilyen szempontok szerint szerinte nekem jó.
És azt hiszem, hogy az emberi boldogság egyik kulcsa, meg a lelki békesség, meg a belső nyugalom egyik kulcsa ez, hogy az ember el tudja fogadni azt, ami neki jutott, és azt komfortosan belakja, és megtalálja benne a maga örömét és elégedettségét. Szeretsz szinkronizálni? Persze. Hát persze, hogy szeretek. Nem unalmas, sok szinkron szerepel a háta mögött, ezt így kijelenteni? Nem, mert mindig új filmek készülnek, és abban máshogy játszanak, és másokat. Akkor lehet, hogy még izgalmasabb is, mint színpadon állni, és mindig ugyanazt a karaktert megformálni, mondjuk estéről estére. Bevallom férfiasan, hogyha nekem sokat kell játszanom egy előadást, azt én elég hamar megunom. Tehát egy ilyen 10-15 előadás után nekem már szabadulhat nékomban. A szinkronban ez nagyon-nagyon jó, hogy az ember belecsöppen valamibe, amit már nagyjából elkészítettek, de magyarítani kell, de ugyanolyan hitelesen kell eljátszani. Azt is legfeljebb csak hanggal, mint az eredeti színész, és hát rengetegféle karaktert meg szerepet ki lehet így próbálni. Tehát ez egy jó dolog. Ha hall egy rossz színészi játékot, akkor önben van az, hogy szeretném őt kiavítani, szeretném sokkal színesebbé tenni az adott karakternek a megszólalását, több életet vinni a megszólalóba. Jó film esetében, meg jó színészek esetében éppen elég feladat legalább olyan jól megcsinálni, vagy megközelítően olyan jól megcsinálni, ahogy az eredeti megcsinálta. Tehát ott az ember tényleg ki akarja szolgálni azt, amit a külföldi színész kolléga nagyszerűen megcsinált. Rossz film esetében meg bizony előfordul, hogy felhúzzuk az alakítást egy picit, meg árnyaltabban játszunk, meg egy picit más, hogy ment a Szulejmán című sorozat, amit ha hosszan kellett Szulejmán szultánt magyarítanom, szerettem csinálni. Tehát egy jó munka volt egy tüneményes tábbal, fantasztikus hangmérnökkel, rendezővel. De hát maga az eredeti Unter uns gesagt, hát az nem volt egy nagy dolog. Tehát, és ott elkezdtem ellene játszani, elkezdtem szembe menni vele, elkezdtem olyanokat csinálni, amiket ő nem csinált. Tehát egyszer találkoztam a Molnár Piroskával, színésznővel egy rádiójátékon, és így nézett engem a Piroska, azt mondja, Tamás, nézem a Szulejmán, nagyon jól csinálod. Olyan, jaj, Piroska, nagyon kedves, köszönöm szépen, de hát mondom, én igazából hülyéskedek. Azt mondja, pont azért, mert nem azt csinálod, mint az eredeti, hanem hallom, hogy te ellene játszol, szembe mész vele. Nekünk ez a fajta patetikus, dagályos, egysíkú dolog, hogy valaki eljátsza a szultánt, és azt úgy játsza el, hogy nagyon marcona, és nagyon stentori hangon szólal meg, hát bocsánat, hogy ezt mondom, ez dögunalom. Ebben semmi érdekes nincs. Tehát, hogyha egy szinkron szerepben nincs kihívás, akkor csinál magának kihívást. És kit szeretett, vagy szeret nagyon szinkronizálni? Akivel nagyon tud azonosulni, vagy akivel nagyon passzol a hangszín, vagy akivel pont nem passzol a hangszín, de pont azért izgalmas. A Sam Worthingtont nagyon szeretem. Egy fantasztikusan jó színész, ugye az Avatarban lehetett őt látni, görög mitológiai feldolgozásokban azok nem voltak olyan jók. Csodálatos színész. Olyan egyszerűen, olyan kevés eszközzel tud játszani, ott az embernek össze kell szednie magát, hogy utána tudjon menni. De szeretem Ben Afflecket is, mondjuk őt nem azért, mert olyan jó színész, szerintem nem olyan jó színész. Nagyon jól indult, de aztán valahogy úgy... Őt inkább rendezőként szokták még dicsérni talán a mostanában igen, mert egyre többet rendez, és már alig játszik. Mert hogy pont ezért. Aminek viszont nem örülök, mert nem tudom leszinkronizálni, hogyha nem játszik. Az ő filmjeit is szeretem, de a régi filmjeik, a Dogma például, Good Will Hunting, ezek fantasztikus filmek voltak. Rajzfilmekben is szokott hangot kölcsönözni, vagy ez nem jellemző annyira? Alapvetően nem szeretek rajzfilmet szinkronizálni, mert nem élő ember, és nem tudom úgy lekövetni a száját, az eredeti karaktert, de szoktam, most jön majd a mozikba a Kis kedvencek titkos élete 2, amiben a Maxnek, a főszereplőnek adom a hangját, illetve most van a mozikban a Toy Story 4, amiben meg most egészen kivételesen, nem tudom miért, én nyertem meg a castingot, a Keanu Reevesnek kölcsönzöm a hangomat. Illetve most készül egy nagyon-nagyon megtisztelő munka, nagyon boldog voltam, hogy megkaptam, a Jankovics Marcell készít az Arany János Toldiból egy 10 részes rajzfilmet, illetve lesz, amennyire én tudom, egész estés mozi változata is, és annak az egyetlen hangja én leszek majd.